A megnyitó után a színpadon estig tartó program várta a szórakozni vágyókat. Nagy öröm az, amikor egy családi rendezvényen össze tud jönni. És a testvérvárosok találkozója olyan, mint egy nagy családi rendezvény. És hogyha nem találkozunk a családtagokkal, számon tartjuk, hogy vannak, de a kötelékek valahogy oldódnak. A kötelékek valahogy véknyabbak lesznek, távolabbiak lesznek, és fontos a családnak is, és a testvérvárosoknak is a testvérvárosi rendezvények. És hát minden település gazdagodik ezzel, hiszen az a jó, ha ünnepségeken örömben tudunk találkozni. De hogyha baj van, akkor is a családtagokra, a testvérvárosokra, a rokonokra tudunk számítani. És ez a találkozó megmutatja azt, hogy ezeknek a településeknek milyen erős kötődése van, milyen erős kötődése volt a múltban, és milyen erős szövetsége lehet a jövőben is. És Kenderes is egy jó házigazda, egy jó testvér, amely megújult, amely erősebb, amely meg tudja mutatni, hogy szüksége van az itt élő kenderesiekre, szüksége van a távolabbi testvérekre, testvérvárosokra, és együtt tudnak ünnepelni. És tudják azt, hogy most ugyan ünnepelnek, de ha bármilyen probléma van, egymásra számíthatnak. A templomban a nap során a Rákóczi családot bemutató poszterkiállítás lehetett megnézni. A templom kertben pedig helyi és környékbeli kézművesek hozták el lekvárjaikat, mézeiket, hímzéseiket, ékszereiket. A gyerekeket népi játszótér és ugrálóvár is várta.